fiatal szerelembe kerít, ügyesen valahogyan rám talált. Ide állok arccal a fénybe, fura lett, hogy máshogy élek. Nagyot fordult velem a világ. Kis üzenet kihagy egy ütemet, szívjeleket küldi át. Tudom azt, hogy honnan jöttem, van utam, hogy merre mennék. Velem fordul az egész világ. Maxi Rádió. 92,4 MHz-en és határok nélkül az interneten. Sok szeretettel köszöntöm a Maxi Rádió hallgatóit, Takács Erika vagyok, és ez itt a Talentum, amint már megszokhatták szombat este 10 órától, illetve az ismétlésben hétfő déli 12-től hallhatnak bennünket, természetesen már húsvéttől, a 92,4 MHz-en itt vagyunk élőben, illetve aki tud bennünket hallgatni interneten, az megteheti a www.maxiradio.hu internetes oldalon. Amennyiben nem Gyöngyösön vannak, elutaznak a világ bármely tájára, tudnak bennünket hallgatni. Tudják, hogy ez a műsor a Talentum, tehetséges embereket szólaltat meg, ezért el is mondanám azt az e-mail címet, hogyha valaki úgy érzi, hogy teng benne, dúl benne a tehetség, megkereshet bennünket a talentum@maxiradio.hu e-mail címen, és várjuk nagyon sok-sok szeretettel. Volt egy kis nyári szünet, de újra itt vagyunk, és következő vendégemmel ülök itt a stúdióban, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Pápa János urat, aki a Gyöngyösi Kézilabda Klub UT14
csapatedzője. Sok szeretettel köszöntöm. Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek. Hát mi köszönjük azt, hogy elfogadta a meghívást. Én nagyon szeretem a sokrétű tehetséget, azt gondolom, hogy nem csak az énekesek, illetve a színészek a tehetségek, hanem persze nyilván ők is, akiket én szintén nagyon szeretek, mert bennem is van némi hasonló véna, de azt gondolom, hogy minden emberben van tehetség. Ön hogyan kezdte a pályafutását, hogyan jött a sportnak a szeretete? Mi volt az az első sportág, amiben ön ott volt? Hát az igazság az, hogy nekem ez tulajdonképpen beleszülettem ebbe. Tehát a édesapám is a sporttal foglalkozott, kifejezetten a kézilabdával. Ő ugyan újpesti születésű ember, aki katonaként került még 50-es évek elején Gyöngyösre, és aztán utána a gyöngyösi izzónak a csapatait navigálta. Úgyhogy amikor már én úgymond késő gyerekként megszülettem, akkor én nekem már úgymond sok választásom nem volt, de ezt ugye nem írom fel a apujéknak, mert ez nekem nagyon tökéletesen megfelelt. Úgyhogy beleszülettem, akkor édesapám ugye szakvezetősködött, illetve játékvezetősködött a kézilabdába. Minden hétvégén olyan téren már kisgyerekként foglalt volt, hogy mindig utaztunk, úgyhogy egyenes út vezetett ahhoz, hogy én a magunk korosztályához képest elég korán, már harmadikos koromtól akkor még hármas iskolának nevezett általános iskolába elkezdtem kézilabdázni Mán Géza kezei alatt, és azóta szól a történet, ez mind 1980-ban történt. Nem is volt más esetleg, ami érdekelte volna ezen kívül? Hát ez azért ez nem igaz, mert focizni ugyanúgy szerettem, illetve pingpongozni, vagy a Berzanagy János gimnáziumban Vályok Arcsi bácsinál szertornázni, de azért az alap az a kézilabda volt. És az édesapja volt így a példaképe is? Vagy hát, volt más példakép is? És igazából akkor nem volt más példakép. Nekünk a család adott volt, édesapám is ezzel foglalkozott, illetve a nővérem, aki szintúgy Gyöngyösön testnevelő, talán ő is kézilabdás volt. Én nem mondom azt, hogy nekem nem kellett választani, nekem ez adott volt, és ez jó volt. Értem. Ahogy elkezdett kézilabdázni már ugye az általános iskolában, ott már ért el sikereket is? Tehát nem volt semmi kudarc, hogy mást folytasson? Nem. Igazság az, hogy azok a nagyok, úgymond akikkel én együtt kezdtem, úgymond én tényleg kicsi voltam, tehát 2-3 évvel fiatalabb voltam köztük, azért már akkor kijutottak úttörő olimpiára, és úttörő olimpia negyedik helyzet csapatnál edzeni, meg együtt játszani velük, én úgy gondolom, hogy az sikeres kezdésnek mondható, és a saját generációm, akivel felnőttem, az is egy nagyon sikeres gyöngyösi utánpótlás csapat volt. Budapest bajnokságot nyertünk, rengeteg tornát nyertünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon gyerekként abszolút nem értek kudarcok. Magát, ezt a sportot hány éves koráig tudja az ember vinni, hogyha mondjuk nem vált az edzőségre? Hát ez azért most már nem lehet így nagyon megmondani. Elég dinamikus, gyors sporttá alakulta ki magát ez a szép játék, és Isten igazából lehet csúnya ezt mondani, de hogyha valakit elkerülnek a sérülések, akkor elmehet 35-36 éves koráig kapusok még több. De mezőnyjátékosoknál sajnos a sérülések általában közbeszólnak. Nálam is megtörtént ez, úgyhogy ez kit mikor ér el, úgymond a nagyobb sérülés. Milyen sérülés volt az? Hát a térdembe volt komolyabb szakadás, és aztán utána még amikor én megsérültem, akkor az orvoslás nem úgy működött, mint a maiaknál, úgyhogy végülis egy komoly porc és szalag sérülés véget abba kellett hagynom. Beszéljen már mindig jó a mikrofonba. Mennyi idő volt így is, hogy ebből a sérülésből felépült? Hát Isten igazából már én nem erőltettem utána a sportot, már mondjuk úgymond az aktív sportot. 20 évet azért így is lehúztam a pályán, és aztán utána 20 év után úgy gondolom, hogy 3 év kézilabda nélkül, csak a pályaszélén, utána már a edzésködés mellé navigáltam magam. Ez alatt a 3 év alatt mennyire hiányzott maga a kézilabda? Hát olyannyira, hogy a pályaszélére sem mentem ki. Tehát ez a 3 év kellett ahhoz, hogy fejben feldolgozzam, hogy már nem megyek fel a pályára. Értem. És hogyan jött az ötlet, hogy akkor edzeni fog? Bátorították mások? Hát a nevelő edzőmet már említettem korábban, Mán Géza mondta, hogy mindig szerettél volna gyerekekkel foglalkozni, edzősködni, hogy gondold meg magad, végezd el az edzőit,
és aztán utána az ő bátorítására mentem először 2004-ben Egerbe a sportoktatóit elvégezni. Ezt akkor hol már lehet elvégezni? Hát Egerbe a tanárképző főiskolán. Tanárképző főiskolának oktatják ezt. Így van, tehát, és akkor már működött 2003-tól a Gyöngyösi Sportiskola, és amint elkezdtem úgymond a tanulmányaimat, már akkor Mángéza mellett azért a gyakorlati teendőket is elláttam. Úgyhogy fogalmazunk, hogy ezt a edzősködésem ekkor is kezdődött. Mit tanítanak egy ilyen sportoktatáson? Tehát nyilván feltételezzük azt, hogy csapatszellem kialakítása is, illetve maga a sportnak a hogy épül föl, hogy hogy tanuljanak meg egyáltalán ütni a labdát, hogy dobják kapura. Ez mennyire izgalmas egy ilyen ezt megtanulni? Lehet, hogy maga a kérdés furcsán hangzik, de mégis milyen ez? Én úgy gondolom, hogy minden gyerek szeret mozogni. És a mai kézilabda, ugye én is említettem, hogy az én koromhoz képest elég korán kezdtem kézilabdázni, harmadikos koromban, abban az időben nem volt jellemző, tehát amikor mi születtünk, vagy mi voltunk általános iskolások, általában felső tagozatban ismerkedtek a gyerekek a kézilabdával, azzal hamarabb nem, vagy annál hamarabb nem találkoztak. Ma már nem így működik. Ma már létezik ilyen, hogy szivacs kézilabda, és amint megérkeznek az általános iskolába, sőt, nálunk van más példa is, tehát már valaki óvodás korában kezdett kézilabdázni, és hát tulajdonképpen a mozgás szeretete, a labdafogás, így van a labdapattogtatás, minél több játékos megoldás, tanítása, passzolásból valakinek a kidobása, tehát ezek ilyen alap dolgok még, amit a kisgyerekek ugye nagyon szeretnek, hogy ezekkel a szivacslabdákkal eltalálni. És igen, rögtön az elejétől az, hogy ugye az a falka ösztön, hogy csapatban vannak, együtt vannak, ennek a megszerettetése, úgymond kialakítása az első fő feladat ilyen piciként. És aztán utána szakmázni az majd, amikor már elhagytuk a szivacs kézilabda idejét, mikor a nullás bőrlabda jön, olyan a harmadikos, negyedikes korban már akkor azért jobban lehet szakmázni is. Hogy jött az önnek, hogy körülbelül ezzel a 14 éves korosztállyal kezd el foglalkozni? Előtt volt kisebbekkel is, nagyobbakkal is, vagy rögtön ők jöttek? Hát én mondhatom azt, hogy szerencsés vagyok. Minden korosztályban megfordultam már, tehát felnőtt csapatom is volt már. Ez annak köszönhető, hogy amikor megint térjünk egy kicsit vissza, amikor a Gyöngyösi Sportiskola úgymond megalakult, gyöngyösi kézilabda edzők, sőt utánpótlással foglalkozó edzők nem voltak sokan. Mángéza mellett még dolgozott Köves Péter, illetve Cseh Zoltán tanár úr, és hát abban az időben fiúk kézilabdával ők foglalkoztak csak. Én úgy gondolom, hogy mesterem érezte azt, hogy kevesen vannak, a csoportok folyamatosan növekedtek, tehát jöttek a korosztályok, hogy szükség van fiatalítani is, és ezért is keresett meg engem. És mivel még akkor se, tehát mikor én beszálltam, én voltam a negyedik, de a csoportokhoz képest kevesen voltunk edzők. Tehát az én kezemben rögtön voltak szivacs kézilabdások, és volt ez a korosztály, amiről most beszélünk. És aztán utána természetesen, ahogy teltek az évek, és úgymond korosodtak a játékosaim, én is léptem velük tovább. Mondom, a saját nevelési játékosokból álló felnőtt csapatom is volt. És ugye ezek a picik, akik még ezzel a szivacs labdával találkoznak először, őket hogyan lehet ösztönözni arra, hogy kézilabdásokká váljanak? Nyilván vannak képességbeli különbségek. Ez már látszik olyankor is? Én úgy gondolom, hogy nem ez a lényeg. Még mindig azt mondom, hogy a labda és a mozgás szeretete ilyen kiskorban. Másik tényező az, hogy maga a kézilabda, én úgy gondolom, és Gyöngyösen itt nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azért ez egy családi rendezvényi alakuló sport, hogy a családok együtt legyenek. Azért van egy NB1-es klubunk. És azért, hogyha kimennek egy NB1-es mérkőzésre családostól, ezek a kisgyerekek is nagypapával, apukával, meg minden eleve egy vonzó erő, tehát mi nekünk nem kell halászni nagyon ezeket a gyerekeket, mert kimennek ezekre a meccsekre, és akkor jelen pillanatban is ugye nagyon jó tavalyi eredménnyel végzett felnőtt csapatunk volt, és igenis ez egy motiváló tényező, hogy amikor meghirdetjük az iskolába, hogy kézilabda szakkör, vagy kézilabda edzés, akkor a gyerekek jönnek. Na hát, és akkor ezután, hogy volt ilyen csapata is, akik a szivacslabdával kezdtek, utána hogy jött a 14 éves korosztály? Hát automatikusan úgy jött, hogy ugye, ahogy a gyerekek nőttek, én ugye velem voltak, és tulajdonképpen tovább-tovább léptünk korosztályonként.
amíg mondom, van már most jelen pillanatban olyan juniorkorú játékosom, aki vagy bemutatkozott NB1-es felnőtt csapatba, vagy NB2 felnőttbe játszik, tehát úgymondan felnőttek, érettségizett emberek egyetemre járnak, tehát azért én ugyanúgy végig jártam a szamár létlát, mint ahogy ők felcsöperedtek. És rögtön lettek sikerek? Tehát rögtön megtapasztalta azt, hogy vannak sikerek az edzősködésének? Én úgy gondolom, hogy azért ez a siker fogalma, ez nem biztos, hogy most a helyezésekben mérhető. Nem is feltétlenül csak erre gondolok, hanem mondom, hogy egyáltalán. Nekem már az siker élményt ad mindenképpen az, hogy napról napra láttam őket fejlődni. Különböző edzés elemeket mérkőzésen visszalátok, már ez siker. És hogyha most megint azt mondom, egy kicsit visszamegyek az első csapataimhoz, már az nagyon nagy siker, amikor elkezdtünk versenyezni, és kaptunk egy nagyon nagy pofont, kikaptunk egy mérkőzésen 20 góllal, mert természetesen volt ilyen, és aztán utána ugyanazzal a csapattal fél év múlva már csak 4-gyel kaptunk ki rá, egy évre megvertük őket. Tehát ez mindenképpen a fejlődés egy utánpótlás edzőnek, én úgy gondolom, hogy mindenképpen sikernek. Ezt akartam is mindenképpen kérdezni, hogy egy-egy kudarcból ön hogyan tud fölállni, illetve hogyan tudja motiválni a gyerekeket, hogy fölálljanak? Hogy ilyen eredményeket érjenek el? Hát ez egyértelmű, tehát még egyszer csapatsportág, én az edző vagyok, ők a játékosaim. Hogyha ők azt látják, hogy én egy kudarcért használjuk ezt a szót, én összeomlok, akkor ők is összeomlanak. És de hogyan tud előttük kiállni? De épp ebből kifolyólag a negatívumokból is hosszú távon lehet pozitívumokat kihozni. Tehát azokat a hibákat ki kell javítani, és addig, amíg én úgy gondolom, hogy a gyerekekben még ha úgymond az új dolgokra, meg a javító dolgokra sokkal nagyobb a fogékonyság, engem is nagyon sokszor az ő viselkedésük húz ki, úgymond a én kátyumból. Ugyan ők ezt nem látják rajtam, tehát én tartom magam, de a gyermeki őszinteség az emberben mindig nagy hitet ad. És engem azért érdekel maga a konkrét dolog is, hogy hogyan instruálja őket. Tegyük fel, nyilván minden gyerek más, mint ahogy minden felnőtt is más. Minden gyerekkel külön foglalkozik. Nyilván van egységes oktatás is, meg egységes csapat szellemnövelés, de van arra idő, hogy egyenként foglalkozzon velük? Hát konkrétan, hogy csak egy gyerekkel foglalkozok, olyan természetesen nincsen, de igen, vannak olyanok, hogy úgynevezett egyéni képzések, amikor még úgymond edzésen a szélsők vannak ott, vagy a beállósok vannak ott, vagy az átlövők, amikor nem vagyunk csak velem együtt 5-6-an, plusz ugye kapusra mindig szükség van, tehát az egy nagyon lényeges dolog, igen, és akkor többet foglalkozok velük. Meg, ami még egy nagyon lényeges dolog, hogy azért ugye a személyiségüket is meg kell ismerni, tehát azért sok olyan plusz programunk van, amikor nem a pályán vagyunk, hanem úgymond a pályán kívül ilyen összetartások, akár kirándulás formájában, vagy edzőtábor formájában. Tehát az edzőtáborunk is idején is voltunk a gyerekekkel edzőtáborozni, nem csak a kézilabdáról szólt, tehát ez azért több összetevős tétel. Olyan az edző, mint egy második apuka? Megnyílnak önnek? Tehát sikerül megismerni a kis egyéni kis problémájukat. Azért 14 év az már egy tinédzserkor, ugye? Kis tinédzser, nagy tinédzser. Tehát mindenképpen azon a környéken vagyunk. Nem egyszerű eset, ugye? Tehát igen. Időnként. Én úgy gondolom, lehet, aki egyszerű eset. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó szó volt. Tehát szoktam is mondani a szülőknek. Tehát igen, egy jó utánpótlás edző az mindenképpen a második apjuk. Sokszor mondják a szülők, igen, hogy mesélj már valamit, mert veled többet beszélget. Ugye sajnos a mai világban Magyarországon tényleg én úgy gondolom, hogy van olyan játékosom, akivel én többet vagyok, mint a saját szülei. Ugye ezért olyan összetevő, hogy több állású szülőkről van szó, hogy egy állásból nagyon nehezen lehet megélni. Igen, ez egy nagyon fontos tényező, hogy megnyíljanak felém, őszinték legyenek, mert akkor tudunk egy eredményeset lenni. És akkor meg is nyílnak? Tehát van olyan? Sokszor megélnek. Tehát sokszor volt úgy, hogy mondhatni azt, hogy többet tudtam, főleg ugye a kamaszokról beszélünk, és akkor ugye jönnek azok az élet jelenségek, amikor már ugye más elvonó tényezők, mint a lányok, ennek is sokszor többet tudok a szülőknél. Tehát, és tud nekik segíteni? Muszáj. Kötelességem, így van. Arról beszéljünk egy picikét, mielőtt elmennénk zenélni, hogyan lehet egységet kovácsolni. Azért ez nagyon nagy feladat, nem? Hát a mai világban igen, ez egy érdekes kérdés. Főleg abból kifolyólag, ugye emlegetjük ugye a saját gyermekkori múltamat, meg ugye a mai napokat. Ugye a mai kényelmes világban értem itt a számítógépek világát, a
tévéjátékok világát. Ugye sok gyereknek kényelmesebb lenne az, hogy leül a tévé elé, vagy leül a számítógép elé és játszik. Én a jelenlegi játékosaimat is úgy szoktam hívni, hogy kis mazoisták, mert azért elég kemény edzéseken vesznek részt, de mindig ott vannak. Mindig ott vannak, úgyhogy azért az a mozgás szeretet, amit én úgy gondolom már azért kisgyerekkorban igyekszünk kialakítani náluk. Hogyha beléjük ivódik, és akkor beszéljünk ugye a jelenlegi korosztályomra, ugye a 13-14 évesekről, ilyen jellegű problémám már nincsen. Csak az egy nagyon, nagyon lényeges dolog, hogy kialakuljon náluk az állandóság, kialakuljon náluk az a jellegű tudatosság, hogy ugye azért az első a család és az iskola. Tehát ez ugye ez megkérdőjelezhetetlen. És aztán, hogy mit akar, ő sportolni akar, és azért, hogy milyen áldozatot hoz az, hogy tudatosan tanul, de azért ott van időbe edzésen. Ezt a gondolkodásmódot, amíg kialakítjuk a fejükbe, és úgymond automatizmussát tudjuk alakítani, az egy elég nehéz feladat. Hogy az, hogy hagyjunk nekik időt mindenre. A mai világban a gyerekeknél, ha belegondolunk, a nagyon nagy iskolai követelmények véget is úgy mondva magát a játékot, a gyereknek a lényege. Tehát az, hogy ő játszik, játszani szeret. Azt azért a nagy követelmények azért kiölik. Tehát nekünk utánpótlás edzőknek ez egy játék is, hogy szeresse csinálni, ezt kell kialakítani, és hogy ott legyen. Hogyha ez mind megvan, tehát van neki kellő pihenőideje is, illetve megfelel az iskolába, pluszban még játszva szereti a sportágát, hogyha ezt mind elértük, akkor győztünk. Azt gondolom, hogy itt folytatjuk, a hallgatók ne menjenek messzire, egy kicsit zenélünk, és újra itt leszünk Pápa Jánossal. Maxi Rádió, Rádió. 92,4 MHz-en és határok nélkül az interneten. Ez így jó nekem, ez a dal.
Újra sok szeretettel köszöntöm a Maxi Rádió hallgatóit, Takács Erika vagyok, és vendégem Pápa János, a Gyöngyösi Kézilabda Klub UT14 csapat edzője, akivel már sok mindenről beszélgettünk. Ott hagytuk ővele abba a beszélgetést, hogy az egységet hogyan lehet kovácsolni. De mielőtt folytatnánk, még egyszer elmondom a kedves hallgatóknak, hogy itt tudnak bennünket hallgatni a 92,4 MHz-en, illetve aki elhagyja Gyöngyös területét, ő bátran kattintson a www.maxiradio.hu internetes oldalra. Emellett még azt is elmondanám, hogy aki szeretne a műsorunkba jelentkezni, mert úgy érzi, hogy tehetséges, az megteheti a talentum@maxiradio.hu e-mail címen. Folytassuk ezt a témát, János. Én azt gondolom, hogy maga ez a egységkovácsolás nagyon fontos. Maguk a gyerekek mennyire ismerik önt, illetve a családját? Mennyire engedi azt, hogy egy kicsit önből is ismerjenek valamit? Vagy csak ott a pálya szélén, amit mond, instruál, annyi van? Nem, azért ennél sokkal közelebbi a dolog. Én úgy gondolom, hogy mivel már előzőekben is említettem, hogy azért van, aki többet van velem, mint a szüleivel. Tehát én ezt szoktam is mondani, hogy két gyermekem van, két lányom, és szoktam mondani, hogy a szülőknek is meg minden, hogy tulajdonképpen van két lányom, meg 21 fiam, és hogy általában ez a 21 vagy 23 éppen, amilyen játékos kerettel dolgozok, tehát ők a fiaim, úgyhogy tudnak mindent, tehát például csapat összetartás van, szoktunk mindig évzáró bulit csinálni, vagy szezonkezdőt, mert hogy miért ne legyen ilyen is, olyan is, akkor elég sokszor előfordul, hogy nálunk van otthon. És akkor hát én Atkáron lakok családi házba, és az van úgy, hogy 60-70-en ott vagyunk az udvaron, és akkor a gyerekek ott játszanak nálam. Mondhatni azt, hogy hazajöttek, tehát mi el vagyunk ott jól, úgyhogy ismernek jól, tehát azért ismerik a családomat. A feleségem is pedagógus, az Arany János általános iskolába tanít, úgyhogy ő is ért a gyerekek nyelvén, fogalmazzunk úgy, hogy nekünk ez nem okoz problémát, hogyha ennyien vagyunk. Sőt, mérkőzéseken is, hogyha utazunk, akkor, és ugye egy edzőnek ugye hétvégén van az előadás, tehát ugye akkor van a mérkőzés, viszont a családommal is akkor tudok úgymond együtt lenni, úgyhogy... Kettő igen. Az egyben olyankor? Viszi a családot is? Hát tulajdonképpen így is lehet mondani. Hát akkor tudunk együtt lenni, tehát azért hétköznap a feleségem is később végez. Én nekem az edzéseim este 7 óra után érnek véget, tehát ugye mondhatni azt, hogy vacsorázni és lefeküdni megyek haza. És hát mivel utazni kell hétvégén, így tudjuk úgymond a családi életünket élni, de mivel a családom a legnagyobb szurkolója a csapatomnak, úgyhogy egyértelmű, hogy ilyenkor vagyunk együtt. Családjában említette, hogy van két lánya. Ők sportolnak-e? Természetesen mind a ketten. A nagyobbik lányom idén hagyta el úgymond a családi fészket. Idáig ugye Gyöngyösen tanult az Arany János általános iskolában, és folytatta a családi hagyományokat, tehát kézilabdázik, és hát most augusztustól, sőt július közepétől már a Debreceni VSC utánpótlás csapatába kézilabdázik, úgyhogy a családi hagyományok mindenképpen tovább vannak vívve, illetve a kisebbik lányom táncol és kézilabdázik, úgyhogy aztán, hogy ő majd melyiket válaszza, nincsen rá kényszerítve semmire, mert ugyan kézilabdával kezdett, bekerült az általános iskolába, ott egy nagyon jó közösségbe került, és itt Gyöngyösen a Ritmus Tánc stúdiónál táncol, és osztálytársaival, illetve úgymond szülő anyukával, aki a csoportot vezeti. Hogyha kis reklámot csinálhatok a Lencsinek, volt már itt nálam a Lencsi. Tehát így van. A Lencsinél táncol, és aztán azt gondoltam, hogy na jó, akkor marad a tánc. Táncolt egy jó negyed évet, és aztán utána ő úgy gondolta, hogy karácsony előtt elém álljon, hogy apa, nem akarom abba adni a kézilabdát, úgyhogy most kettősségek vannak. Uh-huh. Még egyszer mondom, ő fog választani majd, hogy majd mit fog későbbiekbe csinálni, de kézilabdázik ő is. Oké. Hallgatók biztos hallják, hogy ön egy ilyen szelíd természetű ember. A pályán is így van ez? Nem, ott barom vagyok. Lehet, hogy csúnya szót használtam, tehát igen, tehát ez egy érdekes dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy
jelenlegi sportéletem az már nem rólam szól, tehát rólam közvetlen szerves része vagyok, mint edző, de utánpótlás edzőként a játékosaim szól ez a történet. Az, hogy én a pályaszínén egy heves mérsékletű, vérmérsékletű ember vagyok, ez teljesen normális. Hogyha én ülnék csak a kispadon, és nem motiválnám őket, úgymond nem élnék a kispadnál, én úgy gondolom, akkor a csapatom se haladna előre. Ilyen vagyok, olyankor pörgök, gyerekek tudják, hogy miért. Aztán utána, amikor vége van a meccsnek, mindent elfelejtem. És akkor ezt elfogadják a gyerekek? Hogy ilyen heves vérmérsékletű? Én úgy gondolom, hogy pont nem sértődnek meg. Pont erről szól a történet, tehát ők tudják, hogy ilyen vagyok, mint ahogy én is tudom, hogy ők milyenek. És olyankor mondom, amikor lefújták a meccset, akkor aztán utána kezdjük előről, kezdjük elemezni a hibákat, mert ugye építkezni mindig van miből, és kezdődik előről persze. Beszéljünk egy picit arról, hogy jelenleg most éppen kiket edz, és mire készülnek? Hát jelen pillanatban az Egyesületnél most voltak úgymond csapatváltások, tehát úgymond csapat és edzőváltások, úgyhogy én elmúlt két évben nevelt játékosaim, akik 99-2000-es születésűek voltak, úgymond feladtam a Serdő csapathoz, és a 2001-2002-es születésű fiúkat kaptam meg Köves Pétertől, és ővelük vagyok, teljesen frissen, úgy gondolom, július 28-án kezdtük a közös munkát. Mondjuk hazugság lenne azt mondani, hogy nem ismertük egymást, mert azért az utánpótlás edzők azért ismerik egymás csapatait, tehát ezek a srácoknak is ismertek engem. Aztán most a felkészülés során tanuljuk egymást, de egy nagyon jó fiúkból álló társaság. Eleve egy eredményes korosztály, idén is, mármint hogy a tavalyi bajnokságban a magyar bajnoki bronzérmet szereztek, tehát azért én úgy gondolom, hogy ez önmagáért beszél. Úgyhogy nekem is fel van adva a labda rendesen, hogy azért ezt a színvonalat meg kell tudni náluk tartani. Ugyan vannak személyi változások, vannak akik elmentek a Nemzeti Akadémiára, Balatonbográra kézilabdázni, illetve a PIK Szegednek az utánpótlás csapatához. Hogyha a srácok megfeleltek, akkor én úgy gondolom azért a gyöngyösi utánpótlás nevelés azért nem rossz. És most úgymond, nem azt mondom, hogy a maradékból, mert ez csúnya szó lenne, ez nem igaz. Tehát akik itt vagyunk, oldjuk meg azt a színvonalat, amit magunknak állítottunk. De tanuljuk egymást, és mondhatom azt, a szülőket éppen piszkáltam, jó értelembe véve, hogy én ennyire jó fiúkból álló társaságot még sose kaptam. Nagyon jó nevelt okos társaság, és ledöbbentem az első közös ebédnél, amikor leültem velük, és akkor mind ült az asztalnál, pedig a kaja már ki volt téve, és kérdeztem, hogy nem, hogy miért nem esztek? Hát azt mondja, Jani bácsi szedjen előről. Ledöbbentem, úgyhogy mert az előző csapataim a saját tányéromat is megették, ha kellett. De ez egy nagyon jó, nagyon, nagyon, nagyon jó érzés, meg minden, úgyhogy jó úton járunk már most. Akkor van remény a jövő generációját illetően? Tehát most nem csak kézilabdára gondolok, hanem úgy emberileg. Van, mert én úgy gondolom, hogy ez is engem ebbe erősít meg, hogy ezt csinálni kell, mert pont ez egy egyszerű közéleti példa mondja azt, hogy igenis, én úgy gondolom, hogy vannak a mai világban is normális gondolkodású gyerekek, meg én úgy gondolom, hogy ezt a neveltetést azért a szülőktől kapták, úgyhogy. Említette azt, hogy megörökölte ezt a csapatot a Köves Pétertől. Mennyire, hogyan látja, hogy mennyire viseli meg esetleg ez a gyerekeket, vagy nem viseli meg? Nyilván ez egy természetes dolog, mondjuk, hogy kinőttek egy korosztályból, és jönnek egy másik korosztályba, illetve hát majd mennek is öntől is egyszer valamikor tovább. Ezt általában hogyan élik át a gyerekek? Hát ez Isten igazából még nálunk egy friss dolog, azért erről olyan nagy tapasztalatom még mondhatni azt, hogy nekem sincs azért így 10 év után se, mert ez nem ez volt a jellemző, ez egy új koncepció, hogy 2 évenként vagy 3 évenként edzőt váltunk. Én is nem mondom azt, hogy tartottam tőle, mert azért én azért már ezt rutinból lehozom. Inkább, hogy a gyerekek hogy reagálnak, főleg abból kifolyólag, hogy a Péter, ő egy nyugodtabb, vérmérsékletű, mondhatni az hozzám képest mindenki csendes ember. Ugye most viszont ugye kaptak egy másfajtát, de jó reagáltak. Tehát azért mondom, hogy végül is most már azt mondom, hogy nekem is ugye volt ilyen gondolatmenetem, hogy hogy fognak erre reagálni, de nagyon jó reagáltak a gyerekek. Hogyha valami tetszik nekik, és hogyha attól függetlenül megkapják azt, amit szeretnek, akkor aztán vedők mindenre.
Olyannal találkozott már, hogy ugyan jó előbb kitárgyaltuk ezt az egység témát, de hogy valaki mondjuk mindig ki akar lógni a sorból, esetleg lázad vagy valami, azt hogy kezeli? Persze, hogy vannak egyéniségek, természetesen vannak lázadók. Nem, hát a csapat érdekében, tehát azért a mondjon a példát. Francia film, de ugyan a négy muskétásról utalva, tehát mindenki egyért egy, mindenki ért elvet vallom. Tehát olyan nincsen, hogy valaki nem tud beállni a csapatnak az érdekeiben, akkor az menjen el egyéni sportolni. Lehet, hogy durván hangzik, de ez így működik. Uh-huh, uh-huh. Volt ilyenre precedens, hogy ajánlotta valakinek, hogy inkább menjen el? Nem, mert azért én igyekszem meggyőzni, hogy álljon be a sorba. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy megoldhatatlan probléma nincsen. Nagyon próbálkozások vannak, de én úgy gondolom, hogy ez normális dolog, tehát gyerekből vannak, mindig vannak ilyen úgymond edzői kóstolgatások, mármint, hogy engem kóstolnak meg. Vagy egymást hogyan kóstolgatják? Azt nem hagyom, hogy persze van úgy, hogyha valaki hibázik, és aztán utána próbálják a másikat leteremteni. Én úgy gondolom, hogy ezt kell nekem elérni, hogy kritizálni csak nekem lehet. És ezt el is fogadják? Muszáj. Hú, ez nagyszerű. Nagyszerű, mert ebben a mai világban azért ez igazán nagy tendencia, hogy kritikusak tudunk lenni egymás felé. Hát igen, egoista világot élünk a mai nap, de én azt mondom, megint visszatérve az alapgondolatra, hogy ezt a kézzelabdát, ami nagyon felgyorsult, ez nagyon intelligens, gyors döntéseket kell hozni. Általában nekem jellemző, hogy a játékosaimnak én ellenőrzöm az ellenőrzőjüket is, tehát a tanulmányokat is, hogy igenis ők azért 4 egész fölötti átlagos tanulók, ami azt jelenti, hogy okosak. És hogyha van okos és intelligens, és felfogja, amit mondok, akkor végül is aztán, hogyha vannak ezek a próbálkozások, de utána megértik, hogy összképileg mit akarunk elérni. Uh-huh. Arra akartam még kitérni, hogy ha van esetleg egy rosszabb képességű gyerek, aki mondjuk nem olyan tehetséges, ő vele mit tud csinálni? Én úgy gondolom, hogy mindenkinek megvan az egyéniség. Ez rossz szó, hogy a képességek meg minden. Gyerekekről beszélünk. Különbözők a fejlődési fázisaik, úgymond van, aki korán érő, van, aki későbben érő, és a legtöbbször ez úgymond azért fejben dől el. Nem szabad, úgymond én próbálom meggyőzni, hogy ne adja föl. És nagyon sokszor van az, hogy például a kisebb csapatoknál akkor visszamegyek oda, hogy szivacskézzel, de lehet, hogy van olyan játékosom, aki úgymond mondjuk szélen egy elbóbiskol, vagy éppen úgymond ő a kispados, de ahogy fejlődnek korban, úgymond érnek fejbe, egyszer csak lehagyja azt, aki végül is akkor a prémhegedűs volt, és ez teljesen normális fázis. Tehát ezzel nincsen semmi probléma. Egy gyereknek olyat mondani, hogy ne csináld, az szerintem az, hogyha akarja, akkor annak muszáj. És meg kell neki adni a lehetőséget arra, hogy próbáljon kibontakozni. Mert hogyha, én szerintem a társadalmunkkal is ez a legnagyobb probléma, hogyha úgymond az önbizalmát korán megöljük gyerekként, akkor milyen önbizalmú felnőtt lesz? És a társaik, akik esetleg mondjuk észreveszik, hogy nem annyira jó képességű, ha már ezt a szót használtam, őt nem cikizik ki? Vannak rá próbálkozások, de azért vannak úgymond az évek, hogy együtt vagyunk, hogy ők azt tudomásul vegyék, hogy az edzők T16, és inkább segítség a csapatsportnak, ez a dolog. És ezt meg tudja velük értetni? Meg. A csapatsportnak ez a lényege, mert tapasztalják. Tehát van úgy, hogy XY játékos lő az egyik nap 8 gólt, a következő mérkőzésen egyet se. De mivel nyertünk, akkor ezek szerint valaki más lőtt gólt. És amikor a kölcsönös bizalom kialakul, vagy éppen a kapus hozza a teljesítményt, hogy úgymond lehúzta a rolót, mert van ilyen, hál' Istennek, ilyen pozitív példa, és akkor kialakul a teljes csapategységek közötti egyetértés, bizalom, kölcsönös bizalom, és akkor van kész a csapat. Uh-huh. Térjünk rá a másik szegmensére, amikor viszont van egy azért egy kiugró tehetség. Őt akkor mit csinál vele? Elküldi tovább más helyre, ahol esetleg többet kaphat, vagy ő vele mi történik? Hát azért az alaptézis az természetesen, hogy saját magunknak, az NB1-es klubnak neveljünk azért top játékost, úgyhogy azért elküldeni semmi esetre se. Őt is be kell tudni állítani a csatasorba, ami mondjuk egy indokolt dolog, hogyha létezik ilyen, akkor ezek a fiatal emberek azért általában feljebb is versenyeznek, tehát nem azt jelenti azt, hogy csak nálam esetleg a csapatban, hogyha lenne olyan kiugró tehetség, akkor és alkalmas arra, hogy feljebb is tudjon feljebbi korosztályban, akkor természetesen már oda is beilleszkedik. Volt már rá egyébként ilyenre példa. Uh-huh. Szóval legközelebb hol lesz csapat? Mérkőzés?
Hát most még úgymond nagyon a szezon kezdete elején vagyunk. Igen, itt az év elején. Így van, tehát most volt a hétvégén egy Mátra Kupa nevezetű tornánk, úgyhogy most mérettettünk meg közösen először. Ez milyen szintű, ez a Mátra Kupa? Ez a Mátra Kupa most már azért ez egy nagyon szép hagyományokkal rendelkező torna, ami annak idején Jákó Kupa néven indult, de most már a negyedik éve Mátra Kupa néven volt, nemzetközi torna, szlovákok, románok, illetve hogy magyar csapat, magyar élcsapatok, tehát a utánpótlás csapatai vesznek részt. Úgy gondolom, hogy idén nem szereztünk érmet, de nincs ezzel semmi probléma. Mondom, mert a csapat ugye most átalakuló félben van, meg hát ugye az én úgymond stílusomat is még ugye most kell nekik megszokni, de nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam úgymond mind a szülők részéről, illetve a látott játék alapján is azért már pozitívumokat láttam, és hétvégén utazunk Salgótarjánba az első bajnoki mérkőzésre. Én elgondolásom szerint győzelmi reményekkel. János, és akkor ez meg van tervezve, hogy decemberig körülbelül hány mérkőzés fog még lejátszódni? Hát ez a gyerekbajnokság megint idén átalakítják úgymond a lebonyolítási rendet. Én meglátásom szerint 10 forduló leszünk talán túl decemberig, de a gyerekbajnokság azért úgy zajlik, hogy több fordulós rendszere van, tehát az azt jelenti, hogy most fel van osztva az ország több régióra. Mi a Sterbinszki-Amália régióban szereplünk, ami Jász-Nagykun, Szolnok megyét, Nógrád megyét, illetve Eves megyét takarja. Lemegy az úgynevezett alapszakaszunk, és akkor a január vége felé fogjuk az alapszakasznak tehát a január végére fogunk az alapszakasszal végezni, utána jön a középszakasz, akkor a kulcsárnyalatot a régió csapatait fogjuk megkapni. Én úgy gondolom, hogy azért az első háromban biztos, hogy végzünk itt a Sterbinszkivel, és akkor a 3-3 csapat ugye a középdöntőt lejátsza, és akkor, hogyha ott a kettőbe végzünk, akkor játszhatunk a ország legjobb 8 csapata között az országos döntőn. U14-ben én úgy gondolom, hogy az erőn felüli teljesítés lenne abból kifolyólag, hogy a csapatom jelen pillanatban 13-12 évesek alkotják. Egyébként minden előfordulhat, mert a tehetségük és az adottságuk megvan hozzá. A fizikai paraméterekben vagyunk inkább elmaradva, és nem játékban. Viszont U12-ben is indulunk, és ott azért merészebb célt tudok kitűzni a csapaton. Én úgy gondolom, hogy nem lövök nagy bakot, hogyha azt mondom, hogy ott leszünk a 8-ban. Ezt a gyerekeknek ezt előrevetíti, hogy akkor fiúk, ez lesz decemberig. Erre készülünk, erre készüljetek, és akkor ennek nem, a fényében? Nem. A cél idén én azt mondtam, mivel tanuljuk egymást, ugye ezért utaltunk rá. Ez az év tanulóév, az összeérésével. Jövőre mindenképpen reális, akkor a 2001-es évjáratok lesznek úgymond a gyerekbajnokság legidősebb korosztályú játékosai. Igen, ott már reális cél az, hogy az országos döntőbe, az országos 8-ba bejussunk. Most tanulunk idén. Tanulunk, és meccsről meccsre készülünk. Főleg abból kifolyólag, hogy mondom, most alakították át a bajnokságot. Lesz olyan csapat, akivel még sose találkoztunk. Tehát, mint ahogy mi is fekete lovak leszünk nekik, az ellenfél is az lesz nekünk. És Pápa János tervei nagy jövőt illetően mik? Melyek? Hát az én terveim az, hogy még sokáig úgymond utánpótlás edző maradhassak itt Gyöngyösen. Sokáig NB1-es klubnak legyek az utánpótlás edzője itt Gyöngyösen, és minél több tehetséges játékost tudjak adni a magyar kézilabdának. És egy nagyon lényeges dolog, nem csak az NB1-nek. Mert én úgy gondolom, hogy ha 10 év múlva azt látom viszont, hogy játékos, ami játszik a megyei osztályban, az NB2-ben, akkor az NB1-ben, az NB1-ben, akkor már elégedett ember leszek mindenképpen. Boldog ember akkor, Pápa János? Hát mondhatom, igen. Ez volt egy nagyon-nagyon jó végszó. Én köszönöm, hogy velünk volt, eljött, megtisztelt azzal, hogy eljött hozzánk. A hallgatóknak köszönöm a megtisztelő figyelmet. Takács Erikát hallották. Bár nem tudom még merre van, ott minden lépés nyomtalan, és minden hajnal szín arany. Szólj majd, szólok, én is, ha látom majd, ott azt mondják, hogy mindig béke van. Ha eleged van magadból néha, lehúz az örvény, tudom, kevés a tréfa, de nem mindig a szép az okos a kutya, mert a paradicsom felé mindig rögös a túra. Ne szívd merre, az kinek jó,
Értelmes embernek az nem való, hiszen a legszebb a nyitott szív, s a tiszta szó. Ha nem mindig megy magától minden, akarni kell, annélkül semmi sincsen. Én örülök, hogy vagy, s ez mindig így lesz. Megvárlak akkor is, ha később kezdesz. Mert van egy hely otthon, édes otthon, veled jutunk át majd azon a ponton, ahol nincs már semmi baj, csak mindig jó. Yeah, yeah, yeah. Ha nem tudom még merre van, ott minden lépés nyomtalan, és minden hajnal szín arany. Szól majd, szólok, ha látom majd, ott azt mondják, hogy mindig béke van. Már néha látom, merre van, ott minden dalnak színe van, és minden hangja szín arany. Szól majd, szólok, én is, bár azt mondják, hogy nem kell kulcs, mert mindig nyitva van. Hol látod, mitől szép egy reggel, minden fűszál ünnepel, és soha ne felejtsd el azt, hogy öröm vagy valakinek, hiszen soha nem vagy magad. Mert az nagyon nagy, akkor nyílik meg az édes otthon, nevetni fogunk majd az összes gondon. Mert a legszebb a tiszta szív, de csak az jó. Yeah, yeah, yeah. Ha nem tudom még merre van, ott minden lépés nyomtalan, és minden hajnal szín arany. Szól majd, szólok, én is, ha látom majd, ott azt mondják, hogy mindig béke van.